Ez a Bürgés Burgerei legújabb része, amiben egy őszi hangulatú tépet liba burgert fogunk csinálni. De hogy mitől is őszi? Hát kérlek szépen attól, hogy egy király kis sütőtök is kerül bele. Ennek a burgernek az elkészítéséhez egy kicsit elő kell készülnünk, mégpedig a liba alkatrészeinket 3-4 órára egy 10%-os sóoldatba kell raknunk. Nyilván én ezt már megcsináltam előre, most már csak egy tűzálló tálba kell raknom az alkatrészeket a következő fűszerekkel. Egy kicsit a liba zsírunkból teszünk az aljára, aztán pedig rárakjuk a liba alkatrészeinket. Kerül bele tisztított fokhagymagerezd, vöröshagyma, rozmaring, kakukkfű, bors, babérlevél. Aztán az egészet fölöntjük az olvasztott zsírunkkal, úgy, hogy teljesen ellepje, tehát konfitálni fogunk. A sütési idők, amivel dolgozni fogunk, a következők lesznek. 160 fokon fogjuk sütni először 2 órát, utána 1 órát sütjük 120 fokon, 80 fokon további 1 órát, majd 1 órát pihentetjük. A burgerünkbe fog még kerülni egy ilyen sütőtökös saláta vinegret öntettel. Az első és legfontosabb, hogy ezt az öntetet elkészítjük, utána pedig nekiugrunk a saláta elkészítéséhez. Először is szükségünk lesz egy üvegcsére, amit tudunk rázogatni. Ebbe kerül vörösborecet, olívaolaj, dijoni mustár, méz, só és bors. És ha ráraktátok a tetejét, akkor jöhet a shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Ez megvan, most pedig dobjuk össze a salit. Először is apróra vágjuk a fokhagymát és a piros paprikát, ezután pedig egy serpenyőbe elkezdjük pirítani a csilipasztával együtt. Amíg ezeket pirítjuk, egy lábasba elkezdünk vizet forralni, és az apróra vágott sütőtököt belerakjuk, 2 perc után pedig kivesszük belőle és lecsöpögtetjük. Ezután egy tálba összekeverjük a sütőtököt és a pirított piros paprikás cuccunkat, és rakunk bele apróra vágott koriandert, reszelt parmezánt, ezután pedig nyakon öntjük a vinágret öntetünket. Figyeljünk oda, hogy maradjon az öntetből, mert még később szükségünk lesz rá. Lejárt a sütési időnk, és egy órát pihentetnünk kell a husikánkat, és én mindezt ugyanúgy a sütőben végzem, ahol eddig is volt, csak hát ugye nyilván kikapcsoltam a sütőt. És ez idő alatt megcsináljuk a cékla chipset, utána pedig már csak annyi a dolgunk, hogy összeállítjuk a burgerünket és kóstolunk. Az első dolgunk az, hogy a cékláinkat alaposan megmossuk, majd egy ilyen uborka szeletelővel szép, vékony szeletekre vágjuk őket. Ezután leitatjuk róluk a fölösleges nedvességet, és forró olajba kisütjük őket. Nem is maradt más hátra, mint hogy összedobjuk a szendvicsünket. Először is a bucinkat vágjuk ketté, a buci aljára rádobjuk a sütőtök salátánkat, majd a tépet libuskánkat. Ezután következhet a madársaláta és egy kicsi öntet. Most pedig rádobjuk a céklacsipszet és a kalapját. Nem is maradt más hátra, mint hogy megkóstoljuk. Na hát srácok, remélem tetszett nektek ez a videó, ez volt az én tépet libás burgerem, és hát természetesen a végéről nem hiányozhat a kosti sem. Én Bürgés Tomi voltam, sziasztok, és ne felejtsetek el követni minket Instagramon, YouTube-on és TikTokon. Szevasztok!